áldás békességet, szép délután kívánok kedves valamennyiüknek. Megköszönve azt, hogy elfogadták meghívásunkat, illetve az együttesek, illetve a zeneszerző meghívás. Mai találkozónk középpontjában Nagy Csaba, kántor, zeneszerző, művészete, kompozíciói állnak. A kántor zeneszerző kifejezés valójában szóismétlés, pleonazmus. Ugyanis a kántorság európai hagyományaiban évszázadokon keresztül kötelező volt, hogy az, aki a gyülekezeti éneket zenével kíséri, az maga is gazdagítsa a templom énekcsinkjét, a kompozíciókat, amelyek a templom kórusának vagy hangszereseinek a kezében hangján megszólalnak. Ez a fajta gazdagítás mindenkire érvényes volt, Európa legtöbb országában, legtöbb városában és templomában természetes volt, hogy a kántor egyben zeneszerző is volt. Tessék csak arra gondolni, Johann Sebastian Bachnak, vagy Telemannak, vagy Buxtehudénak, a barokkor óriásainak hétköznapi kötelezettsége volt, hogy hétről hétre újabb és újabb műveket írjanak. Nagy Csaba tehát komolyan vette ezt a hagyományt, és nagyon szép, áldozatos, esztendőkig évtizedek óta tartó munkával gazdagította annak a templomnak az ének kincsét, ahová a szolgálat kötelezettségét elvezette. A művek, amelyeket kezel alól kibocsátott, amatőr énekesek számára készültek, tehát olyan énekkarok számára, amelyeknek a kottolvasást nem feltétlenül kenyerünk, és akik az éneklésben legalább annyi üzenetet és szolgálatot látnak, amennyit a zeneszerző. Elsősorban az Isten tisztelete és Isten igényének megszólalását tartják szem előtt és tartják fontosnak. Szegény énekeseknek csak azekhez néha gondot, hogy a zeneszerző bátor hangszer kísérettel látta el a kompozíciókat, rendszeresen gondolkodóba egyfényt dalosait, hogy majd mikor kell majd megint belépni, amikor a zenekar játszik. Ez a gondolkodás mindenképpen felpestíti és adrenalinnal tölti meg a mai estét. Tessék szurkolni nekik, hogy mindig mindenki a eszénél legyen és pontosan énekelj. Az este rendje úgy néz ki, hogy a Nagy Erdélyi Kamarakórus, Nagy Csaba gyülekezetének kórusa mindig maga mellé fogad egy másik kórust, és kettesével a város kórusai közül mindig egy másik kórussal együtt énekelnek el egy-két számot. Én, miközben megkértek rá, hogy a műsort vezessem le, egyben arra is vagyok hivatva, hogy emlékeztessem a következő énekart, hogy most már majd ők jönnek, és a következő művek hangszereseit, hogy készüljenek, foglalják fel a helyüket. Sajnos a mozgás nagyon nehézkes lesz. Egy kicsit nehezebb, mint Mózes népének átkelni a Vörös-tengeren, ugyanis itt az énekesek, akik megközelítik a dobogót, át kell, hogy lábaljanak a hangszeresek ottatartóinak és székeinek tengerén, tehát kérem szépen a türelmüket, hogy egy kis zűrrel és mozgással fog járni majd az egyes számok között a váltás. Tulajdonképpen nincsen más mondani való, kezdjünk bele. Az első két énekkar, amelyik a podiumon áll, a Soul Orient Chorus, melynek betanítók a nagy vezetője Mike Árlon, és Mike Ádám, és Mike Ádám, és a Nagy Erdélyi Kamarakórus, amelynek állandó vezetője Nagy Csaba. Előadásunkban két kompozíciót fogunk hallani. Az első egy ősbemutató lesz, az a címe a Megváltottak éneke. Ennek a műnek a szövege a Biblia különböző helyeiről a zeneszerző által lett összeválogatva. A kíséretben Horváth Barbála fuvalázik, Varga Virág oboázik, Vastag Vilmos kabinéton játszik, Nagy Mihály fagotton, Ladányi Tamás kürtön, Vida Áron üsdobon és Szabadi Nevedre cső van. Szólót énekel Nagyné Keserű Mikó, énekel tehát két kórus Nagy Csaba vezetésében. Utána egy másik ősbemutató lesz, ami más formában már előhangzott,
de ebben a mai formájában hangszerekkel, nem? Ez a 135. énekünk, a 135. Kertfi Zsoltára készített feldolgozás. Ebben Horváth Borbála, Varga Virág, Vasas Bélos, Nagy Binály és Ladányi Tamás közreműködik. Ezt is Nagy Csaba vezérni. Én csodaszolom.
felélődnek az előadók, egy kis türelmet kérünk, fölvonul a pódiumra a kis templom kamarakórusa. A kis templomi kamarakórus és a nagyerdei kamarakórus együttes előadásában két kompozíciót hallunk, mind a kettőt Király Zsolt Levente fogja vezényelni. Az első a 96. Zsoltárra készült népdal Zsoltár. Ezelőtt 41 évvel jelent meg Kerekes Károly csodálatos gyűjteménye, Kerekes Károly költészete megajándékozott bennünket néhány remek darabbal, olyan kompozíciókkal, amelyek egyszerűsített Zsoltár szöveget népdalokra applikáltak, és ezzel csodálatos énekelni valót adtak a gyerekek szájára. A 96. népdal Zsoltárban közreműködik Versánszki Judikó hegedű, Horváth Borbála fővalán és Pető Áron cselló. A következő kompozíció az a címe Örvendezzünk jertek. Ezt az éneket a katolikus testvérek gondozzák elsősorban. Sík Sándor éneke az Éneklő Egyházban a 148-as szám alatt található meg. Ebben Versánszki Judikó és Kovács Marietta hegedül, Pető Áron csellózik. Mindkét kompozíciót Király Zsolt Levente, a kistemplomi kamarakórus vezetője vezényli. Thank you.
örvendetesen hosszú felvonulás következik, ugyanis a Kölcsei Ferenc gyakorló általános iskola növendékeinek Kicsinyan kórusa fog szerepelni, és így ők fölvonulnak, ez hála Istennek hosszú időbe telik majd. Ez alatt az idő alatt azonban néhány fontos információt megosztok önökkel. Rövidesen, következő kedden a Nauticia énekkar tart itt egy hatalmas hangverseny, amelyre a jegyek nagy része már eltelt. Kedden este a Nauticia énekkar kórus csoportjai adnak általános hangverseny, szeretettel várunk minden érdeklődő kisebb lehetőséget. A színpadra föllépett negyes ötlet kórus három kompozíciót fog énekelni Nagy Csaba műhelyéből. Az elsőnek a szövegét Skalica Máté írta, talán nem tetszenek emlékezni a nevére, de az énekes könyve, aki figyel, láthatja a drága rongon úgy is kell kicsérni innen fölött a fejrészben az ő nevét, remek szövegíró volt a 1500-as években. A kompozíció Versánszki Ildikó Hegedű és Ándorsi Dániel pedig zongorák is. A következő kompozíció örvendetes napok hála. Ennek a szövege és dallama a Bazók énekesében van 1797-ben, és a mi énekesünkben nincsen benne, de a katolikus testvérek énekesünkben szerepel 106-os szám alatt. Versánszki Ildikó, Kovács Marietta Hegedű, Pető Ándor csellózik benne, Horváth Orbán fuvalázik, és Vastag Vilmos B-klarinéton játszik. Végül a harmadik kompozíció a 111-es számú népdalzoltár, tehát Kertész Károly szövege, egy szép régi magyar népdalunkra. Ebben Vásárszki Ildikó, Kovács Marietta Hegedű, Pető Ándor cselló, Horváth Orbán fuvalázik, és Vastag Vilmos klarinéton köszönjük önök. Mindhárom kompozíció az énekkar vezetőire Vad Péter Csizmond vezet.
csak tessék hátra kapcsolni, mert ezek a gyerekek ezt az egész műsort kívülről nyomták el, nem csörögtek a kottával, odafigyelsek a adalikra, és nem csak jót tanultak, de jót adtak önökre. Isten értesse őket is, és tanuljuk munkáját. A pódiumra nehézségek közepette fölvonult a Nagy Erdei Kamarakórus és a Debreceni Baptista Gyülekezet vegyes kar. Aki egy kicsit is ismeri a baptistát, akkor tudja jó, hogy zenei esemény nem igen létezik baptisták nélkül. Ők az egész világon arról ismeretesek, hogy csodálatos zenei élet van a gyülekezeteikben. Így van ez a Debreceni Szabadkottában is. Köszönjük, hogy ők is közreműködnek ezen a estén. Két kompozíciót fognak énekre elnézni. Az első egy frissen az énekkönyvünkbe került gyülekezet ének, mint szarvas. Ez a kezdő két szava, mint szarvas, hűs, vízforrása, úgy vágyik a szívem rá. Aki egy kicsit is járatos az oldalos könyvben, pontosan mondja, hogy ez a 42. Zsoltzán parafrázisa. A parafrázist angol nyelven írta egy Martin Nussbaum nevű, valószínűleg svéd származású, ez dallamai zeneszerző, tehát szövegszerző is. Az ő dallamát és szövegét ismeretlen magyar szerzők fordítottak a magyarra, és a előadásában mindössze Sáros és Ádiel forduló kísérletre fogja megtámasztani a kórust. Ezt a kompozíciót Pető Áron, a Szappanos utcai gyülekezet kórusának vezetője vezéti majd. Utána következik a Mennyekeste apói című kompozíció, megint csak jó vallású és tájékozott emberek emlékezetében idézem, a századik Zsoltán szövegéről van szó, Károli Gáspár szövegéről. Ez a kompozíció, tehát egy Zsoltán parafrázis. Horváth Orbán Kovalencik, Varga Virág, Kován játszik, Vasladéba, Salinékon, Polnár Innen, Ropitán, Vida Ágon és Szavai Levente, ütő hangszeret, Versászi Jújtó és Kovács Nalijek, Hegedő, Pető Ágon, Cselló játszik kísérletben. A második kompozíció Nagy Csaba Zoltán beszél. Thank you.
Nagy Csaba Gábor testvérünk valójában boncot ember, aki remekül ért a színpadi zenéhez, aki kicsit figyel, gyakorlatilag egy közeledő, csak hát távolodó menetet hallott, amelyben boldogan muzsikáltak énekesek, hangszeresek, sípusok, dobosok és nádi hegedűsök. Közben a dobogóra feltörekszik a Nagy Templom vegyes kara. Műsorunk utolsó blokkjában ugyanis a Nagy Erdei és a Nagy Templomi kórus énekel együtt egyetlen egy nagyszabású kompozíciót. A kompozíció címe Isten, ó te nagy, te szent. Az eleszerzőnk úgy tudott, hogy bevallotta, hogy nem tudja, honnan van a szöveg, de nagyon szép. A kompozíciót hangszeres kísérettel szólal meg. Horváth-Horváth, Fubalán, Harga Virág, Ovald, Ladányi Balázs, Bogács Dominik és Szél Bence Külkön, Versászki Judikó és Kovács Marjek a hegedő, Vad Péter Zsigmond pedig orgonát közreműködik. Vezényel a Nagy Templomi Kórus társkarmaja, Tóth Antól Dániel.
kérem szépen, hogy a bátrabban vonuljanak fel a színpadra, tehát összkarok következnek. Mai estén utolsó két számából érkeztünk. Az első közül Sztárai Mihály énete. Sztárai Mihályról csak annyit kell tudni, de igen fontos, nagy szabású, reformától profétája volt a magyar énekművészetnek és a magyar teológiának. Padovába végzett egy katolikus papként, protestánssá lett, és főleg délvidéken aranyával és a kápolvához szöbben fejtette ki tevékenységét. Intencióira, galvanizálása révén több mint 100 gyülekezet indult ebben a régióban az új protestáns gyülekezeteket gazdagítva. Sztárai Mihály énekköltő volt, állítólag én nem voltam ott, mert még nagyon fiatal voltam. A templomba ült le vasárnap délutánként, hegedő és saját magát hegedővel kísérte, messze hangzó énekét pedig a távoli falvakban is lehetett hallani. Nem volt akármilyen figura. Sztárai Mihály énekét ismerjük az énekesekről. Melyet jó az Úristen dicséri. Az üzenet is szép, a dallam is szép, a feldolgozás reményül, hogy meg fogja nyerni a tetszésüket. Ladányi Tamás, Tamás Dominik, Szél Bence, Külön, Sárosi Dániel orgonán kíséri a kompozíciót és a kórus, az egyesített kórus Nagy Csaba Zoltán felszerző vezénye. Thank you.
Az utolsó számhoz a gyermekkor is fölvonul. A szám címe a 150. Genfi Zsoltán. Még egy átlagosabb dörzsölt születezeti tag is pontosan tudja, hogy a 150. Zsoltán a Zsoltánok legutolsója, dicsőítő Zsoltán, amely az összes akkoriban felsorolható hangszer kívánja belekapcsolni Isten dicséretébe. A felvonulás idejét használom ki arra, hogy a zeneszerző hálás köszönetét tolmácsolja a fellépő kórusoknak és a hangszereseknek. Kérem szépen, hogy ne vegyék rossz néven, hogyha elmondom még egyszer a kórusok nevét. A Soul Orients kórus volt az első, amely csatlakozott a Nagy Erdei Kamara kórushoz, vezetője Mike Ádám. A második a Kistemplomi Kamara kórus, vezetője Király Zsolt Levente. A harmadik a most fölvonuló kórus, a Kölcsei Ferenc Gyakorló Általános Iskola Kicsinyek kórusa Vad Péter Zsigmond vezetésével. A negyedik a Debreceni Baptista Gyülekezet kórusa Pető Áron vezetésével. Az ötödik pedig a Nagytemplomi Énekkar Bartók Tóth Dániel vezetésével. És a hangszereseket kérem szépen, hogy ők se vegyék rossz évvel, ha fölidézem őket, most nem játszik éppen mindenik, viszont illő, hogy elsoroljuk a nevüket, csak ki ne hagyja valaki. Orbán Borbán Fovolán játszott, Varga Virág Fovolán, Ladányi Tamás, Kovács Dominik, Szél Dence, Külső. Versászi Ildikó és Kovács Marietta, Hegedő. Vad Péter Zsigmond, Orbán. Most jön a nehezebb, mert tűnnek előre a muzsikusok. Volt egy klarinétosom. Zavarba kerültem. Igen. Vasak Dévos klarinéta játszott, Nagy Mihály Fagottom. Volt két trombitásom. Őket is így felsorolni. Mondtál. Mi baj? Hallod el, hogy van. Mondtál, mi baj? És egy bizonyos bátori. Szintén vásárol itt a bővénykontokot a trombitával, és nem lenne a levét, segítsetek! Köszönöm szépen! Igen. Ha valaki kisor kihagyta volna fel, igen, Pető Ávon, nem csak Tandartként, hanem Csendistaként is játszott, és az orgonánál mindegy egy Sárosi Dániel, számos kompozícióban ő is közreműködött. Elnézést kérek a felzavarásért. Úgy tűnik, mintha ez egy egyszerű, az ütősök. Igen, bocsánat, Vidaláló és Szabari Levente. Mindenki megvolt, köszönöm a segítséget. Egy közönséges szerzői est általában a szerző adorálásával, megdicsérésével, fölemelésével jár. Itt úgy tűnik, egy kicsit másról volt és van szó. Ez valójában egy számadás. A kapott talentumokkal való elszámolás, boldog elszámolás, amelyben az, aki a talentumot kapta, nem úgy figyeltatta, hogy valami jó befektetésbe fordította, hanem átadta az embereknek. A legtöbbet talán így lehet kihozni egy ajándékból, és erre varázslatosan szép példa, Nagy Csaba működése, zeneszerzői, kántori és kardanyi működése egyaránt. Isten tartsa meg jó egészséggel továbbra is. Ő letette a garas, a következő kompozíció utolsó mondata ennek az elszámolásnak a végét summázza, dicsőség a Istennek.